És utána jött a karácsony. A karácsonyt legalább meg tudtuk ünnepelni, ugye, szolidan négy fal között. Visszajött egy kicsit a karantén hangulat, de legalább nem kellett elmenni messzire, hiszen a fa tavalyi volt, behoztuk az udvarról. Nem akart, meg kapaszkodott, de majd jövőre lesz fenyő, akkor, hogyha túléljük. De hát lesz jövőre, hiszen fantasztikus ünnep lesz. Ma este, ugye, szilveszter napján, megyek is, telik az idő. Azt mondták a barátaim, hogy a nyugati téren lesz egy 10 000 ember. Hát csak nem lesz 5. hullám. Úgyhogy én megyek is. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Kedves hallgatóink, a szilveszteri rádiókabarét hallották. A házigazda Vida Péter volt. Kreatív producer Fábri Sándor. Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak: Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Nyilas János, Takács Tibor. Csatorna igazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette az MTVA 2021-ben.
Vörös Marti Mihály, szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. S népek hazája, nagy világ hozzád bátran kiállt, egy ezredévi szenvedés kér éltet, vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért, s keservben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész erő, és hogy szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jőni kell, még jőni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezerek ajakán. Vagy jőni fog, ha jőni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könnyül. Légy híve, rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál hantyával, ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Áder János köztársasági elnök újévi köszöntőjét. Márai Sándor naplójában leírja, milyen különös élmény volt számára Budapest ostroma idején lapozgatni egy 1945-ös naptárt. Már jócskán benne jártak az esztendőben, amikor a kezébe került. A második világháború legsúlyosabb hónapjaiban mindenki elszokott attól, hogy terveket szövegessen és azokhoz időpontokat rögzítsen, hogy hónapokban, távlatokban gondolkodjon. Abban a romos, bizonytalan világban a túlélés volt az egyetlen valamire való terv. Márai következtetése: sokkal kevesebb kellék kell az élethez. Tisztelt honfitársaim! Az esztendő kezdetéhez sokaknak hozzátartozik az új évvel induló tisztalap, a kalendárium, amelyben sorjáznak az új esztendő hetei, hónapjai. Keressük az ünnepnapokat, rögzítjük a családi eseményeket, a fontos határidőket, tervezzük a munkát, a lakásfelújítást, a születésnapot, az utazást, a baráti összejövetelt, a húsvéti vagy karácsonyi együttlétet. A valóság azonban olykor átírja terveinket. Életünk fájdalmas fordulatokat is vehet. Az előttünk járó nemzedékek többször is átéltek háborús időszakokat, amikor életük nem a maga természetes rendje szerint alakult, amikor olyan kényszerítő erő hatott az emberekre, ami kivétel nélkül mindenki sorsát befolyásolta. Ma valahogy így vagyunk a világjárvánnyal, annak is immáron a második esztendejével. 2021 sok mindenben hasonlított az egyel korábbi évhez. A járvány hullámainak megfelelően jobb és rosszabb időszakok váltották egymást. És minden tervünk, célunk előtt ott sorjáztak a kérdések. Van-e értelme előre tervezni? Lehet-e ünnepelni, elutazni, táborozni?
Mehetünk-e szalagavatóra, színházba, fesztiválra, rokont látogatni? Lesz-e munkánk? Egészségesek maradunk-e? Kell-e ismét aggódnunk szeretteinkért? Lesznek-e veszteségeink? A járvány két esztendeje között az volt az óriási különbség, hogy 2021-ben már rendelkezésre álltak a védekezéshez szükséges eszközök. Az oltások lehetővé tették, hogy életeket mentsünk, hogy kevesebb korlátozással tudjuk átvészelni a járványt, hogy kevesebb legyen az áldozat. Tisztelt honfitársaim! A világhírű magyar tudós Csíkszentmihályi Mihály írta. Az életünket élhetjük sakbábúként, külső erők által irányítva, vagy kezünkbe is vehetjük a gyeplőt. Láthatjuk magunkat folyton áldozatként, de mennyivel más megelégedéssel elmerülni a munkában. Tavaly is sokan voltak, akik nem hagyták magukat, akik győzni tudtak a tehetetlenség, a csüggedés felett, akik hálára, büszkeségre adtak okot nekünk, magyaroknak. Ma a világ leginkább ünnepelt tudósa egy magyar kutató, Karikó Katalin. Az új generációs koronavírus vakcinához szükséges technológia kidolgozója. És ne feledjük a tokiói olimpia magyar bajnokait. Gondoljunk Szilágyi Áronra, aki a világon elsőként szerzett férfi kardvívásban 3 egymást követő olimpián egyéni aranyérmet. Idézzük fel az eukarisztikus kongresszus lélekemelő pillanatait, a Ferenc pápát köszöntő hatalmas tömeget, a színvonalas programokat. És gondoljunk mindazokra is, akiknek nevét sem tudjuk, pedig naponta 1000 szám adták be az oltásokat. Fogták a haldoklók kezét, működtették a szociális intézményeket, óvták a biztonságunkat, védték határainkat, földet műveltek, szolgáltatást nyújtottak.